Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy repedezik-e az Orbán rendszer, vagy legalábbis a Fidesz többség, a már bejelentett súlyos megszorítások és az egyre durvább infláció miatt. A Medián közvélemény kutatása azt jelzi, hogy még a Fidesz szavazók egy része is felelősnek tartja a kormányt a jelenlegi helyzetért. Lehet valami ezekből a repedésekből? Esetleg összedőlhet a Fidesz palota? Ide tartozik másfelől az is, hogy a darabjaira széthullott ellenzék is tovább repedezik. Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke, a jelek szerint új párt alapítására készül. Utódja szerint pedig ő szélső baloldali proletár eszméket üvöltöző politikus lett. Mit gondolnak arról, hogy Jakab Péternek hol a helye, milyen pártot fog csinálni, és ez az ő politikai búcsúját is jelenti-e, meg a Jobbikét is? Mi lesz a Jobbikból, amelyik szerencsére többé-kevésbé elfelejtette szörnyű első éveit, de vajon lehet-e életképes jobb-közép pártot csinálni, egyet vagy kettőt belőle? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egyre nagyobb a felháborodás a tűzifa rendelet miatt, vagyis hogy a kormány erőteljesen megkönnyítette a fakivágást az erdőkben. Emiatt környezetvédő szervezetek is tiltakoznak, az ellenzéki politikusokról nem is beszélve. A kormány emberei pedig egyre kétségbe esettebben és egyre hangosabban próbálják megvédeni az intézkedést. Legutóbb a kormány szóvivő Facebook oldalán azt, vagy azzal magyarázta többek között, hogy megnövekedhetnek az egyéni, sőt a közületi igények is. Szóval ezek szerint komolyan gondolják, hogy az iskolákat majd fával fogják fűteni. Mi a véleményük továbbá arról, hogy 8 budapesti járatát megszünteti a Ryanair ír légitársaság a cégre kirótt extra profit adó miatt? Kibukik nagyobbat, ők vagy mi? Mit gondolnak aztán arról, hogy biciklis mentőegység felállítására készülnek a mentők? A dolgozók szerint azonban ez nem igazi segítség, hanem csak valamiféle látványosság, szinte ingyen. És végül kiderült, hogy Erdő Péter bíboros ajándékozta meg Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest 60. születésnapi alkalmából egy pápai áldásról szóló díszes igazolással. És ezt egy ünnepi ebéden át is adta neki. Az állam és az egyház alkotmányos szétválasztása jegyében, vagy épp ellenkezőleg a szövetség megpecsételésére. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53.